Sziasztok! Mivel péntek este van és péntek este az ivászaté, ezért úgy gondoltam, hogy a mai nap folyamán nem BKV-vel megyek, hanem kipróbálom a Blinky City elektromos robogóbérlést. Tartsatok velem! Mint a honlapon úgy olvastam volna, hogy nem szükséges hozzá semmilyen motoros felszerelés, tehát egyszerűen csak oda megyek, valahogy majd kinyitom, működésre bírom, és ha minden igaz, akkor találok benne bukósisakot, találok benne valami egészségügyi fejkendőt, és hát nagyon óvatosan kell mennem, mert jelen pillanatban most semmilyen protektor nem lesz rajtam, és azt se felejtsük el, hogy péntek délután van, őrültek háza van a városban. Elméletileg közelítünk hozzá, de még sajnos abszolút nem látom. A térkép alapján valahol itt a McDonald's környékén kell állnia. Most, hogy megvan a kiszemelt jószág, most már nincs más hátra, ki kell deríteni azt, hogy egyáltalán hogyan lehet bekapcsolni, vagy hogyan lehet kinyitni. De szerintem ebben az alkalmazás lesz a segítségemre. Az már most biztos, hogy a sisaknál próbáltak mindenkire gondolni, konkrétan a vízfejűekre is, tehát hatalmas és lötyög, ebben biztos, hogy nem érdemes elesni, és raktak be ilyen egészségügyi fejmaszkot, amit felhúztam, úgyhogy most biztosan eszméletlen hülyén nézek ki. Ezt bocsássátok meg nekem. Ide is értem a Jászai Mari térre, és azt kell, hogy mondjam, hogy minden tekintetben élmény volt az utazás. Egy picit nyúlósan mozog, tehát nem hasonlítható ahhoz a Zero DSR-hez, amit korábban kipróbáltam a 145 Nm-re, ebben nagyjából található 3, úgyhogy nagyon nyúlósan, lassan gyorsul föl egészen 45-ig, óra szerint 47 is lehet, és a fékek viszont meglehetősen harapósan reagálnak. A futómű teljesen rendben van, a kényelem is. Kanyarban nem éreztem himbilimbinek. Ez a 17 perces út, ez 784 forintomba került, ami a bérlés lezárásával az alkalmazásban azonnal levonásra került a kártyámról. Gyakorlatilag most egy boldog ember vagyok. Nincs más hátra, mint hogy egy sörre, kettővel, hárommal megünnepeljük ezt a sikeres próbát. No, akkor mielőtt itt az este folyamán teljesen elszabadulnak az indulatok, én elköszönök tőletek, érezzétek jól magatokat. Hogyha tetszett ez a videó, akkor iratkozzatok fel, lájkoljátok, keressetek meg Facebookon, ilyesmi, és találkozunk legközelebb. Nyugati pályaudvar, metróállomás. Nyugi, hazafelé BKV-val mentem. A jogosítványomat az életemnél is jobban szeretem.